falva, vagy a községbe, mikor adott úgynevezett tanács, vagy kormányzati hivatal építési terveket. A volt kastély területen kívül, amiről szó sem volt annak idején, mert én ott voltam és tudom, arról volt szó, hogy ez egy járóképet és egy park. A kényes takaríts el a romot, amit ott vagyok, elfogott a kastély, a sultán után kiállt a terveket. A másik, ugye ott van, most van a csatornásoknak a területe. Én 78-ban kezdtem építeni, ugye ott van a szülői háznál, és én abból hajlottam egy építési területet. Azt a választ adtam, már két óra házat én is megoldottam. Ez az alcsó területet nem akartam oda, mert miért állítottam. Ugye akkor jött a fölső alap után, hogy építettek terület meg az ő. Ez is mutatott, határidő lejár, itt vannak korlátok, időbeni korlátok.
hallgatásról a tárgyalás képviseletében. Én tudom, hogy a tiédre dolgozom. Én tudom, azt is tudom, de általad juthat valaki karácsony fákon? Mert ez most... Akkor én hadd kérjek valamit, nem magánjellegű kérésem, ez a közintézményekre vonatkozóan. Mi nem tudom, hogy most kivel lehetjük fel a kapcsolatot, minden évben óvodának, iskolának, művelődési háznak és a templomnak szeretnék ilyenfajta igényel fiatal hegedűs urat. Jó, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy te vagy fölhatalmazva ez a köszönöm szépen. Polgármesterek ajánlásához 33 ajánló volt ahhoz szükséges, hogy a szavazóvalónak jelöltként a választási bizottság elfogadhassa. Tehát 33 aláírás. Semmi köze, tehát ha 102 vagy 302 aláírás szerzett, vagy akárhányat, semmi köze nincs a jelöltséghez. Tehát a 33 meglegyen, és akkor szabadulatra kerül. A képviselő jelölteknek, a nemzetiségi kisebbségieknek az 5 aláírás kellett. De ha neki sokkal több volt, semmi jelentősége nincs. A képviselő jelölteknek pedig 20 aláírásra volt szüksége ahhoz, hogy jelölteket. De ha akkor sokkal több volt, semmi köze a jelöltséghez. Tehát nem olyan sorrendbe kerülnek a szavazólapra a jelöltek, ahány aláírás szerzett. Ábrázoló sorrendbe kerülnek a jelöltek a szavazólapra. És mindenki jelölt lesz, aki jelöltségben indul. Tehát senki a választási bizottságnak nem kellett visszautasítani. Erre gondoltál, Manika? Nem, arra gondoltam, hogy nagyon sokan többnek is aláírták a mindenki ajánló hívét aláírhatta, mindenki tulajdonképpen. Aki választó jogrendekhez. Tehát nem jelent semmit. Akár ház jelöltet is alkalmasnak lehet tartani ugyanarra a feladatra. És ez végül is, hát ez természetes is, nem? Hát ugyanazt a pozíciót, vagy ugyanazt a képviselőséget elláthatja jól több ember is. Akire majd most fognak szavazni, az nyeri meg a választást. Mondja egy kérdésem, tudja, hogy a
érdeklődés, mert nem voltak akkor még ármerések. Na most az ármerések, amikor megkezdődtek, fejlődés lehetett a föld alappal kapcsolatban, és meg általában az ott ármerések kijelölt földekkel kapcsolatban is, de csak az ármerések népszerződnek. Tehát aki ott az ármerésen, mint érdekelt részve, az kifogásolhatta. Én elmentem egyszer az ármerésre, de nekem ott semmi, nekem ott egyáltalán nem kellett, én csak azért, hogy láttam ott, hogy rajjuk lemenni, tudom én, de nekem semmi közöm ott nem volt. Tehát semmi, én ott semmi hozzá nem szólhattam, tudom én legfeljebb arra összetettem ott az ármerőket, hogy minél jobban szorítsák le, hogy minél jobban tudják megvenni a földeket. Az árat szorítsák le maguknak. Hát ennyi, ami, de ez csak azért, mert valahogy a jogszabályi szerepszel próbáltam segíteni az ármerőknek, de semmi más szerepszel, de semmi szerepszel is nem volt. És semmi beletolási jog is sem. Csak azoknak, akik ott az ármerőben érdekel,